Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Pákolic utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várták őket, hiszen sok érdekes felszerelést hoztak magukkal a sportolók. Természetesen azonnal elfogadtuk a meghívást, és igazándiból egy rövid fél órára jöttünk csak, hoztunk labdákat, sapkákat, hoztunk egy lövőfalat. Egy picit megpróbáljuk bemutatni a gyerekeknek azt, hogy a vízilabdások milyen labdával játszanak, hogy kell fölvenni a sapkát, hogy kell bekötni, hogy passzolnak, milyen az, ha eldobjanak egy labdát, milyen az, ha paszt kapnak. Nem feltétlenül a cél az, hogy a vízilabda irányába tereljük a gyerekeket, hanem talán egy picit a sport irányába. Az óvodában fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a sportot, a mindennapos mozgást. A nyertes EFOP pályázat keretében korábban tartottak már egészségnapot, a mostani projektnapon a sporté volt a főszerep. Nálunk nagyon fontos a sport, minden napi reggeli tornát tartunk, illetve a napvéget meditációval zárjuk, mert úgy gondoltuk a kollégáimmal együtt, hogy nagyon fontos a mai világban az a sok elektromos kütyű, ami megjelent, és hogy nagyon föl vannak pörögve a gyerekek, hogy próbáljuk egy kicsit visszacsillapítani ezt a hiperaktivitást, ezt a kis túlmozgásukat, kicsit az elmét avval, hogy valamilyen szinten mozognak és egészségesen táplálkoznak, és le is csendesedünk. És akkor így kerek az egész. A PVSK meccsek fűszért vízilabdázói csaknem 10 éve gyűjtik a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen, de ha tehetik, fejlesztő játékokat is visznek karácsony előtt a keleti városrész óvodáiba. Idén 3 gyűjtőpontra lehet elvinni a plüssöket, a Pécsi Hullámfürdőben, a belvárosi bevásárlóközpontban és a Petőfi utca 45 szám alatti közösségi térben várják december 12-éig a lakossági felajánlásokat a vízilabdázók.